A koronavírus járvány miatt most mindenki otthon van, elősegítve a fertőzés lassabb terjedését. De hogyan is töltjük el hasznosan az időt? A virágot mindenki szereti, azok ápolása, ültetése most egy nagyon kellemes elfoglaltság lehet. Tavasz idején át kell ültetni ezeket a virágokat itt. Mögöttem is lehet látni rengeteg olyan virágot kínáltunk az elmúlt időszakban, amelyek, amelyek átültetésre szorulnak. Ilyenkor nagyon fontos megtalálni azt, hogy a megfelelő földkeveréket kell a megfelelő növényekhez használni, tehát hortenziához, ha lehet, akkor annak megfelelő típusú földet, rózsához egyébként rózsaföldeket lehet találni, illetve a különböző zöld és virágzó növényeknek is specifikusan megvannak azok a földtipusai, amelyek az igényeit kielégítik. Figyeljünk arra is, hogy növényeink kapjanak tápoldatot. Boros Attila elmondta, hogy tévhit például az, hogy egy orhidának nem kell napfény, hiszen a virág akkor virágzik, ha a napra tesszük. Tehát fontos, hogy a fényre is odafigyeljünk. Amennyiben nem tudjuk pontosan, hogy melyik növényt hova kell tenni, kérjünk tanácsot. Mindezek mellett az öntözésre is oda kell figyelni cserepes virágok tetejére érdemes tenni valami olyan réteget, amely megtartja a nedvességet. Ez lehet egy agyaggranulátum, lehet egy fenyőkéreg, lehet egy egyéb olyan takaró réteg, amely nem engedi, hogy olyan gyorsan elpárologjon onnan a föld, a földből a víz, tehát meg, megköti ugye a nedvességet, ezáltal a növényünk is sokkal tovább lesz, szebb, illetve kevesbé, kevésbé kell öntözni, tehát a túlöntözést azt meg tudjuk előzni. Lassan a balkonokat is elkezdhetjük beültetni, hiszen nem sokára beindul a muskátli szezon. Addig azonban az árvácskákat is elültethetjük, hiszen a virága hűvös környezetet kedveli. Ha a növényekben találunk egy kis boldogságot, és abban, hogy általuk szép lesz a kertünk, a balkonunk, vagy akár az erkélyünk, akkor használjuk ki az otthon eltöltött időt erre a tevékenységre.